Boldogságot kívánok a kedves videónézőknek! A Govinda konyhája mai receptje egy könnyű nyári főzelék. Az alapanyagok: csicseri borsó, cukkini, burgonya, sárgarépa és zöld bab. Az elkészítése nagyon egyszerű. Ha van konzerv csicseri borsónk, akkor azt egyből használhatjuk, ha nem, akkor egy éjszakával előtte áztassuk be, majd főzzük meg puhára. A többi alapanyagot pucoljuk meg, és főzzük, mégpedig len úgy, hogy a csicseri borsóval együtt összekeverve. A fűszerezése az fekete mustármag, római kömény, kurkuma, és egy kis ánis. Amikor ez megvan, és így összefőztük, akkor egy kis külön edényben tisztított napraforgó magot állandó kevergetés közben, hogy ne égjen meg, megpirítunk, majd ledaráljuk kávédarárum, liszté, porrá, és hozzáadjuk ehhez a főzelékhez. Ami még igazán különlegességet teszi és pikánssá, a vegánok részére a kókusztej nagyon jó, illetve a laktóvegetáriánusoknak pedig tejfőllel a végén behabarjuk az egészet. Gyorsan megvan, nagyon finom és ízletes. Boldog étkezést kívánok!